A 70-es, 80-as években a Dunán innen rendkívül népszerű volt a salakmotorozás, Szegeden, Gyulán, Szolnokon, Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán ezrek szorongtak a lelátókon a versenyeken. A Volán Dózsa vaspapucsosai a legjobbak közé tartoztak, a szakosztály 1987-ben meg is szerezte a csapatbajnoki címet. Emellett számos hazai és nemzetközi viadalon győztek a nyíregyházi versenyzők, akiket az elmúlt évtizedekben elsodort egymást túl az élet. Pénteken viszont 13-an ismét felelevenítették közös sikereiket. Húsvét előtt összetalálkoztam az Interspárba Elemér bácsival, aki az edzőnk volt, és megölelt, és mikor elköszöntük, és mondta, hogy milyen sok baj volt veled. És akkor ez adta az ötletet, hogy akkor összehívjuk a fiúkat, még most mindenki megvan, és bízunk benne, hogy még sokáig meg lesz mindenki. És az adta az ötletet, és körbehívtam minden srácot, megkerestem őket, és akkor úgy néz ki, hogy mindenki eljött, tehát nagyon örülök neki, hogy 30 év után megint együtt van a csapat. Az egyéni magyar bajnoki címmel is büszkélkedő Petrikovics József 17 éves pályafutása alatt csak nyíregyházi színekben versenyzett. Nagyon szép emlékeim vannak, mert sok élménybe vettem részt ezáltal a salakmotorozás véget. Tehát hát fiatalon az volt az embernek az élete, hogy motorozzon végül is. Tehát azért, és tehát az boldog ember lehet, aki azt csinálja, amit szeret, és mi azt csináltuk, amit szeretünk. A hazai és nemzetközi mezőnyben is sikeres Stefáni Attila 2011-ben ült utoljára motoron éles versenyen, de a sportáktól máig nem szakadt el. Én mai napig motorozgatok, eljárok edzegetni Gyulára, Debrecenbe, úgy Nagyhalászba. Tehát én nem szakadtam ki teljesen a sportból, én imádom, szeretem, mindig is az életem volt, meg az életem lesz, tehát én azt nem fogom így abba hagyni. A találkozón természetesen az emlékszel kérdés hangzott el a legtöbbször. Az emlékek felidézése közben a résztvevők meg is egyeztek abban, hogy jövőre ismét találkoznak majd egymással.